Köszöntöm a nézőket! Írók, civilek és értelmiségiek. Saját megfogalmazásuk szerint ilyen személyek szerepelnek a VMDK Csonka Áron listán, amely 2-es számmal szerepel az október 26-án esedékes nemzeti tanácsi választáson. A lista képviselői szabadkai sajtótájékoztatóikon számoltak be hosszú távú céljaikról. A köztársasági választási bizottság a minap kihirdette a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének listáját. Így a párt a 2-es számmal indul a közelgő nemzeti tanácsi választásokon. Csonka Áron elmondta, egy cél vezérelte őket akkor, amikor úgy döntöttek, idén mégis indulnak a választásokon. Amikor a VMDK elkezdte a politikáját folytatni, akkor elfogadtunk egy autonómia tervezetet, amely a három pilléres autonómiáról szól. Annak a része a personális autonómia is, ami ebben a pillanatban mi úgy értékeljük, nincsen kiépítve, és további veszélybe sodorta a personális autonómiának a kérdését a Szerbiai Alkotmánybíróság döntése, amely a nemzeti tanácsokról szóló törvényt ugye megcsorbította. Mi a továbbiakban azt szeretnénk elérni, hogy bekerülvén a Magyar Nemzeti Tanácsba olyan kihatással tudjunk lenni a történésekre, hogy a soron következő törvénymódosítás az olyan irányban menjen, hogy egy valós personális autonómiát tudjunk megvalósítani a délvidéki vajdasági magyarság számára. Csonka Áron a 35 fős listán csak az utolsó helyen szerepel. Újságírói kérdésre elmondta, nincsenek elnöki ambíciói, és minden szükséges eszközzel támogatja majd a listát. Mi nem szeretnénk becsapni a választókat, ezért választottuk azt, hogy pártszervezettség alatt, de igazi párton kívüliekkel és igazi értelmiségiekkel rendelkező listával indulunk. Tari István hozzátette, a nevek között nem szerepelnek egyházi személyek. Nekik ugyanis véleménye szerint nincs helyük politikai szerveződések listáin. A sajtótájékoztatón a VMDK két partner szervezete, a Pont Most és a Válasz Utat vezetői is részt vettek. Almási Szilárd a Pont Most szervezet elnöke a negyedik helyen szerepel a VMDK listáján. Bírálta az MNT eddigi munkáját, mondván az csupán a Magyarországról érkező pénzek elosztásával és a párt hűségi jutalmazásával volt elfoglalva. Azt gondoljuk, hogy a következő időszak, hogyha a polgárok, hogyha barátaink, hogyha a lakosság bizalmat szavaz nekünk, és a 2-es számot karikázza be a soron következő Magyar Nemzeti Tanács választásokon, akkor ez változni fog. Garancia Csonka elnök úrnak a személye, garancia a listavezetőnknek a személye. A VMDK 4 évvel ezelőtt nem vett részt a nemzeti tanácsi választáson, idén azonban indultak a köztársasági parlamenti választáson. A Boris Tadic vezette Új Demokrata párttal, a Vajdasági Szociáldemokrata Ligával, az Együtt Vajdaságért, valamint az Együtt Szerbiáért mozgalommal és a Romák Demokratikus Baloldalával léptek koalícióba. A lista akkor 40. helyén szereplő VMDK-s Csonka Áron nem jutott be a köztársasági parlamentbe. €700 millió szeretne spórolni a szerb állam a közalkalmazottakon és a nyugdíjasokon a következő 2 évben. Szerbia kormányfője szerint az ország gazdaságilag beteg. Egyedül a megszorító intézkedések javíthatnak a helyzeten. Az ötletet a kormánytagok és az Európai Unió is támogatja. A lakosok azonban kevésbé örülnek a fizetés és nyugdíjcsökkentésnek. Szerbiában az átlagfizetés kevesebb, mint 400 euró. A legtöbben azonban alig 200 eurót visznek haza havonta. Most viszont még egyet kell szorítani a nadrágszíjon. Átlagosan 10%-kal kevesebbet költhetnek majd azok, akik állami szektorban dolgoznak, és 211 eurónál többet visznek haza havonta. A bércsökkentés ugyanis csak azokat érinti, akik ennél többet keresnek. Lineárisan lesz alacsonyabb a fizetés, akik többet keresnek, azoktól több százalékot vonnak le. Szerbia így szeretné talpra állítani az országot. A megszorítások a nyugdíjasokat sem kerülnék el, esetükben 75 ezer forint feletti járandóság után vonnának le pénzt, így az idősek több mint 60%-ának a juttatása érintetlen maradna.
tragédia, hát hogy gondolod, leveszik a fizetést, így is alig tudunk megélni. Na most engem nem érint, mert nincs 25 ezerem. Biztosan nehezebb lesz az élet. Hogy könnyebb legyen, egy kis ideig muszáj nehezebb körülmények között élnünk. Én így gondolom. Szerbiában 580 ezer állami alkalmazott és több mint 1 millió 726 ezer nyugdíjas van. A kormány ezzel az intézkedéssel rajtuk spórolna. De nem ez az egyetlen reformintézkedés. A kiadásokban minél többet meg kell takarítanunk, hogy ne költsünk butaságokra, mint ahogy ezt eddig tettük. Hogy megakadályozzuk a visszaéléseket és a korrupciót. A bevételeknél pedig biztosítsuk a feltételeket a nemzeti össztermék növekedéséhez. Ezt pedig jobb befektetési légkör teremtésével, új befektetők idevonzásával, új munkahelyek létrehozásával tudjuk elérni. És természetesen mindenek előtt a szürke gazdaság elleni harccal. A miniszterelnök elmondta, hogy további eurómilliók takaríthatók meg a munkaerőfelesleg elbocsátásával. Az állami vállalatoknak és a mezőgazdasági mágnásoknak nyújtott támogatások megszüntetésével. A kormányfő szerint az állam által monopól helyzetbe hozott vállalatok is kötelesek lennének visszaadni a nyereségüket az országnak. Ha sikerül ezeket az intézkedéseket végrehajtanunk, 2016-ra normális és sikeres ország leszünk. 2016-ban látni fogják a kijáratot, és azt gondolom, hogy egy magas gazdasági növekedéssel rendelkező ország leszünk. Az Európai Unióban pozitívan értékelték a megszorításokat. Az ország mielőbbi uniós csatlakozása a Nemzetközi Valuta Alappal folytatott további tárgyalások sikerességétől is függ. A Nemzetközi Valuta Alap egy konzervatív intézmény. Őket csak az eredmény érdekli, ezért is szükséges ez a csomag. Bojan Pajtić, az ellenzéki demokrata párt elnöke azonban nem ért egyet a fizetések és a nyugdíjak csökkentésével. Ezzel a lépéssel veszélyeztetik a középosztályt, az anyagilag veszélyeztetett középosztályt. Ez a szakemberek kivándorlásához vezethet, mert nem igazságos, hogy ők cipeljék a tehetetlen kormány terhét. Hogy ezt a terhet a tanügyben, az egészségügyben dolgozók, a bányászok, a bírók és a nyugdíjasok cipeljék. A kormánytagok azonban egységesen kiállnak a megszorítások mellett, amelyek novembertől a költségvetés módosítását követően léphetnek életbe. Ismét van református lelkipásztor Szabadkán. Az Iszakbácskai Város gyülekezetének több mint egy évig nem volt állandó papja. Az új lelkész Erdélyből érkezett a Vajdaságba. Isten tiszteletre megy új szolgálati helyén Szabadkán Bányai Béla László. A fiatal református lelkész Erdélyből érkezett a vajdasági városba. Anyájának több mint egy éve nem volt állandó pásztora. Az istentiszteletekre is egyre kevesebben jártak. Az új lelkipásztor ige hirdetésén újra megtelt hívőkkel a templom. Szabadka ezzel az emberrel, és ugye az Isten ajándékként egy jó lelkészt kapott, és ez a lelkész is, mint az eddigiek, betöltik majd a szerepüket, és fontos volt, hogy ez a közösség már ilyen hosszú vajudás után kapjon egy lelkészt, amelyik hát gondját is viseli a lelki gondozásnak, meg hát úgy pásztor nélkül nem működhet a nyáj. A Szabadkai Református Egyházközség presbitériumának állandó gondot okozott, hogy lelkészt biztosítson az istentiszteletekre. Ez sikerült, számos más lelkipásztori teendő azonban elvégezetlen maradt. Hitoktatás gyermekeknek két-három csoportba a szombatonként, bibliaóra, ugye ez is rádiós istentisztelet, hitoktatás a középiskolába, képviselni mindig a városba különféle rendezvényeken a református egyházat. Szóval több rétű feladata van, nem csak a vasárnap istentisztelet. Sajnos ez több mint egy évig kimaradt, mert csak temetésre és vasárnap istentiszteletekre tudtunk lelkészt biztosítani. A többi munka kimaradt. Úrunk Istenünk, kérjük, hogy amíg nem fogadtunk a mi szívünkben, ne szűnj meg te kopogtatni. Bányai Béla László Szabadka előtt Marosvásárhelyen szolgált.
Hivatalosan október 1-től egy éven keresztül visel gondot az Északbácskai város híveiről. Meg voltam hívva egy imaheti szolgálatra a volt lelkésznő leány testvéréhez szolgálni, Vásárhelyen. És ugye ottan elmentem, szolgáltam, és szóba került, hogy Szabadkáról eljött a lelkésznő, és lenne egy üres hely. És nem érdekel engem, mint fiatal lelkipásztort. Elgondolkoztam, érdekelt az ügy, felvettem Szabadkával a kapcsolatot, levelezgettünk a gondnoknővel, és akkor meghívtak egy szolgálatra húsvétkor, ez az idei év húsvétjában. Eljöttem, szolgáltam, megtetszett, és akkor augusztusban járt le az egyéves vásárhelyi szolgálatom, és utána ugye kinevezett a püspök úr ide. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és beenged, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Ige hirdetésében a lelkész arról beszélt, hogy Jézus mindannyiunk szívén kopogtat, azonban a világ zaja túl nagy ma, ezért nagyon kell figyelni Isten egyszülött fiának hívására. Hiszem azt, hogy Isten megkapja maga útjait, hogy az ember szívéhez eljusson, és olyan szép ez, hogy ugye mi lelkipásztorok ugye ilyen közvetítő eszközök vagyunk az Úristen kezében. Úgyhogy nekünk is nagy feladatunk ez, és kötelességünk, hogy eljutassuk az igét az emberekhez. A református egyház alulról építkezik. A szabadkai hívők kérték Halász Béla szerbiai református püspöktől, hogy Bányai Béla László kerüljön Szabadkára. Sokan azt gondolják, hogy a lelkésznek más dolga van, viszont én azt gondolom, hogy neki a lélek gyógyítása a legfontosabb feladata, és a mai Isten tisztelet annyira megfogott engemet, vártuk egy ilyen tisztelet. Tudni, illik az eddigi Isten tiszteletek úgy bonyolultak le, hogy hoztunk Magyarországról innen, onnan, szóval nem stabil dolog volt. Az új szabadkai pap lelkész családból származik, édesapja Bukarestben volt lelkipásztor. Ezért is tudja Bányai Béla László, hogy az egyház milyen fontos szerepet kap a határon túli magyarok identitásának a megőrzésében. Fontosnak tartom azt, hogy így a magyarságot és a gyülekezetet összetartani. És mint lelkészként, hát gondolom, hogy fontos erre összpontosítani, hogy a gyülekezet tagjait elérni, járjanak a templomba, és mindenkit, aki szeretne, és aki magyar anyanyelvű, az tudjon eljönni. Ismerje meg a gyülekezetet, és ha majd úgy alakul, vagy kedve lesz, épüljön be a gyülekezetbe. Áldás békés! Szabadkán a reformátusok száma 600 és 700 között van. A 2012-es népszámlálás adatai szerint a 250 ezeres vajdasági magyarság mintegy 5%-a, vagyis 12 ezer fő református vallású. Kortárs lányregényből készült előadás Szabadkán. Lovas Ildikó szabadkai magyar írónő, Spanyol menyasszony című regényét vitte színre a Kosztolányi Dezső Színház. Az idei vajdasági színházi évadot Lovas Ildikó spanyol menyasszonya nyitotta. A regény két női fejlődés történetet vetít egybe. Jónás Olgának, Csát Géza feleségének a házassági drámáját, és egy Szabadkán nevelődő, névtelen kamaszlány serdülőkorát és első házasságát. A lányregény nyomán született előadásban megjelenő problémák Urbán András rendező szerint nem kizárólag a nőké, azokkal a férfiak is éppen úgy azonosulnak. Én mondjuk erre az előadásra nem tudom azt mondani, hogy ez egy női világ, vagy hogy női világ. Én remélem, hogy ez egy jó előadás. Miért hét színésznő? Hiszen tudjuk, hogy a regény két sorsot akar. Igen, nagyon nehéz volt eldönteni és eljutni idáig. Tehát nincs a hétnek most ebben az esetben olyan szimbolikus jelentés, azon kívül, hogy sok. Tehát, hogy több, mint kettő. Nyilván a színházunknak is vannak bizonyos keretei, határai, de nem. Tehát volt egy pillanat, amikor rájöttem, hogy ez a történet, nyilván ami regényben két hangvételbe tud működni, itt valahol másra van szüksége. Épp ahhoz, hogy széttörjön az a monodráma, vagy ez a realista drámai történet. Tehát ezek az emberi sorsok. A regényben szereplő két női elbeszélőt az előadásban tehát hét színésznő játsza.
Ők heten a spanyol menyasszony cselekményét, a női létélmény kibontakozását erősítik. A nők soha nem kezdenék ki egymást, ha nem volna a férfi, aki felállítja bennük a viszonyrendszert. És tényleg, tehát soha én bennem nem ötlött föl az, hogy rivalizáljak bárkivel is, és ezt nem is tapasztaltam másnál. Tehát, hogy igazából, aki azt képzeli, hogy hét nő nem állja meg a helyét színpadon, vagy egy ilyen kis közösségben, ahol alkotói munka folyik, az téved, mert nagyszerű hangulatban voltunk mi elheten egymással. Milyen érzés a regény színpadon látni, egy azért valljuk be teljesen más minőségben? Nagyon sokszor a szék összegezett, és most éreztem, hogy milyen fontos volt, hogy az András elcipelt engem, hogy megnézek egy próbát, mert annyira erősen hatott rám, hogy nem tudtam volna, tehát azért ez nagyon nehéz így bírni ezt az erőteljes jelenlétet a színpadon, az egészen más. Ennek nincs köze a regényhez, ennek az előadáshoz van köze. Egy olyan előadást teremtettek a színésznők és az András egy olyan univerzális történetet, ami egészen más, mint a regény szerencsére. Én pedig nem gondoltam volna, hogy ilyent az ember megélhet. Nem gondoltam, hogy van ilyen érzés. Szerelmes voltál, nem kétséges, de annyira, hogy a torkod szárazra marta az érzés, és férjhez akartál menni, eszeveszetten. Viszont ha rágondoltál a szobában várakozó spanyol menyasszonyi ruhára, arra a lányra, akit próba közben a tükörben láttál, izzadni kezdtél, akár egy ló. Sokan, akik itt voltak a bemutatón, már olvasták a könyvet. Hát az Andrásnak a színház az keményebb, mint maga a könyv. A könyv az lágyabb, az nőibb. Nem egyszerű egy ilyen könyvet színre vinni, viszont ma este egy meglepő előadást kaptunk. Szerintem minden nőnek vannak a ha effektusai, hogyha nézi az előadást. Nyilván én, mint szociális munkás, sok olyan hölgyel találkoztam, aki valamilyen úton, módon, tehát akár testileg, vagy lelkileg, vagy szexuálisan bántalmazva volt, és nagyon jól megvett ebbe a történetbe fogva a lényege, az alapvető mondani valója annak, hogy mit él egy nő át akkor, amikor valaki, akit ő szeret, bántalmazza. Hiszen a testem az ő testétől változik át és át, újra meg újra, lányból asszony! Ismerve a többi rendezéseidet, valahogy úgy érzem, hogy Urbán András nagyon mély tisztelettel rendezett ebben az előadásban, és azok a nagyfokú agressziók, amik a te rendezéseidben megjelennek általában, és aminek egész a végéig tudsz menni, az mind, hogyha valamitől szándékosan vagy nem szándékosan, de itt tartottad volna egy bizonyos láthatatlan szintig. Hát ez nem egy szexista előadás, nyilván, viccelek. Igen, nyilván volt bennem egy valamilyen fajta tisztelet, de ez nem olyan jó, ezzel meg kell birkózni. Tehát végül is az ember valami problémával foglalkozik. Ha női, ha férfi, végül is emberek vagyunk. Ugye arról sem szólt egy dolog, hogy is szeretnénk mi magunkat bemutatni, ha nők is vagyunk. Tehát nyilván rengeteg ilyen történet van, rengeteg ilyen hazudozás van. Ugyanakkor érdekes az a momentum is, hogy mi is a nőkről hiszünk valamit, akkor kiderül, hogy ez mégse úgy van, ahogy mi hiszük, stb. De ez még nem a történet. Tehát ezen túl jelenik meg a történet, amikor már ezzel se foglalkozunk. A Kosztolányi Dezső Színházban az egész 2014-es év a nők jegyében zajlik. Annak tekinthető a Radnóti produkció az Antigone, a spanyol menyasszony, és egy másik őszi bemutató is a nőkkel történő tragédiáról fog szólni. Köszönöm a figyelmüket, tartsanak velem a jövő héten is, viszontlátásra!